Átlépte a 500 000-t a fertőzöttek száma, nagyon gyorsan terjed a koronavírus, még keresik az ellenszert. 6 000 000 szájmaszkot gyártanak itthon, jött hozzá alapanyag, a nemzetközi piac szabadrablásra hasonlít. Videón tartják az EU csúcsot és az Európai Parlament is szinte üres, a vírus a téma mindenhol. Az atlétikai és az úszó VB időpontja is változhat az olimpia miatt, jövőre is minden borul a sportnaptárban. Ez a híradó 7:30-kor az M1-en, Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk. Meghaladta a 500 000-t a koronavírussal fertőzött emberek száma a világ országaiban, és közben már több mint 23 000 meghaltak. Még mindig gyorsul a járvány. Közben továbbra is a lehetséges ellenszert keresik, vagy legalább azt a módszert, amivel lassítani lehetne a terjedést. Vannak orvosok, akik abban bíznak, hogy egy már ismert malária ellenes hatóanyag segíthet. Ebből több tonna található Magyarországon, akár 20 000 000 tablettát is lehetne belőle gyártani, ha valóban hatékony a koronavírus ellen. Mindjárt kezdünk, akciócsoportok késő esti megbeszélése. Orbán Viktor szerda késő este megbeszélést tartott az akciócsoportok vezetőivel. A miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében azt mondta, a már ismert gyógyszerek felhasználási lehetőségeiről, a készletekről és a koronavírus járvány gazdasági következményeinek enyhítéséről tárgyalnak. Három témánk lesz. Ha ellenszer még nincs is, de milyen gyógyszerek vannak, amelyek enyhíthetik a tüneteket, mit tudunk felhasználni a már ismert gyógyszerekből, készletgazdálkodás állása, a beszerzések és a gazdasági következmények enyhítésére javaslatot tesznek még a akciócsoport vezetők, ez lesz itt este. 10 akciócsoport alakult március közepén a koronavírus elleni védekezésért. A kormányfő jelentette be, hogy létrejön egy kutatócsoport, amely megkezdi a vírus ellenszerének kifejlesztését. Egy kutatócsoport is fölállt, a koronavírus kutatócsoport, megpróbálunk gyógyszert, vakcinát fejleszteni. Nem sokkal később magyar kutatóknak sikerült izolálniuk a koronavírust, néhány nap múlva pedig meghatározták a teljes genetikai kódját, ami lehetővé teszi a hatóanyagok tesztelését. Olyan készítmény, úgynevezett fúziós fehérje előállításán dolgoznak, amely a fertőzöttek szervezetében semlegesíti a vírust. A vírus genomja örökítőanyaga az olyan, mint nálunk az új lenyomat, tehát lehet mozgását nézni, a változását, nyomán követni a vírust. Ez egy fontos dolog, alapvető kutatásokat alapoz meg az, hogyha tudjuk a vírusoknak a genetikai állományát. 20 000 000 darab koronavírus elleni gyógyszert készíthetnek Magyarországon, erről a Világgazdaság számolt be. Azt írják, a tiszavasvári székhelyű alkaloida vegyészeti gyár állít elő egy olyan malária ellenes hatóanyagot, amelyet az eddigi kínai és olasz tapasztalatok alapján a koronavírus terápiában eredményesen alkalmazhatnak. A cég körülbelül 4 tonna hatóanyaggal rendelkezik, amelynek kivitelét a kormány megtiltotta, így az mind itthon áll rendelkezésre. Az a legfontosabb, hogy a magyar lakosság védjük egészségügyileg, és az ő gyógyszerellátásukat tudjuk biztosítani. Itt egy olyan gyógyszer alapanyag kivitelét tiltjuk be, amit nemzetközi tapasztalatok alapján egyébként alkalmaznak már a koronavírusos betegek kezelése során. Magyarország a világ egyik legnagyobb, úgy hívják ezt az alapanyagot, hogy hidroxiklorokin szulfát, tehát ennek az alapanyagnak a egyik legnagyobb exportőre. Ez azt jelenti, hogy most nem adunk el ebből az alapanyag. Mert nekünk az első a magyar lakosság védelme. A koronavírus elleni védekezéshez a kormány újabb 15 milliárd forintot biztosít. Az erről szóló kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. A pénzből többek között egészségügyi eszközöket vásárolnak, amelyek beszerzése és elosztása az operatív törzs utasításai alapján történik majd. Délelőtt újra szakértőkkel egyeztetett Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban. Orvosok és például járványtannal foglalkozó matematikus is részt vett a tanácskozáson. A miniszterelnök azt mondta, hogy szeretné megismerni a lehető legtöbb szakértő véleményét annak érdekében, hogy a kormány továbbra is a kellő időben hozhassa meg a szükséges döntéseket.
szabad rablásra hasonlít jelenleg az egészségügyi eszközök piaca, így fogalmazott Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón, de gyakorlatilag szó szerint ez hangzik el Berlintől Washingtonig és Madridtól Sydneyig mindenhol. Még a legnagyobb, leggazdagabb, legfejlettebb országokban sincsen elegendő maszk és egyéb védőeszköz. Itthon a börtönökben újabb több millió maszk gyártását kezdték el, mert jött hozzá alapanyag ezúttal Törökországból. Megállás nélkül dolgoznak a rabok a Hajdú-Bihar megyei büntetés végrehajtási intézetben. Szájmaszkokat gyártanak, naponta több tízezer darabot. A koronavírus elleni védekezésért felelős akciótörzs utasítására. A napokban Magyarországra érkezett 8 tonnányi alapanyag most már lehetőséget ad arra, hogy a büntetés végrehajtási szervezet további 6,6 millió darab szájmaszkot gyártson itt a Hajdú-Bihar megyei büntetésvégrehajtási intézetben. A fogvatartottaknak nem ismeretlen ez a fajta munka. Többségük évek óta készít egészségügyi védőfelszereléseket, lábzsákokat és köpenyeket. A jelenlegi helyzetben a szabad piac az leginkább a szabad rablásra hasonlít. Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón beszélt arról, hogy még a legfejlettebb országokban is kevés a védőeszköz. Ráadásul az alapanyagokat többnyire csak Kínából lehet beszerezni. Nagyon sok céggel, országgal tárgyalunk, nagyon sok helyről, nagyon sok fajta módon igyekszünk beszerezni minden a védekezéshez a lehető legsúlyosabb esetben is szükséges eszközöket, de ahhoz, hogy ezek megtörténjenek, hogy ezek sikeresek legyenek, ahhoz az szükséges, hogy az ország területére érjenek be ezek az eszközök. Ez a kínai repülőgép szerda hajnalban landolt itthon, rengeteg védőfelszereléssel a fedélzetén. A több mint 3 millió védőmaszkot Hajrá Magyarország feliratú dobozokban küldték, de lélegeztetőgépek, védőruhák, kesztyűk és tesztek is érkeztek a kínai Szentcsenből. Az eszközök beszerzését a magyar kormány és a Semmelweis Egyetem kezdeményezte, a szállításban pedig a hatóságokon kívül magyar és kínai vállalatok is segítettek. 261 fertőzött van Magyarországon, a reggeli hivatalos adat szerint 15%-os volt az ugrás tegnapról mára. Az európai tapasztalatok szerint ez még az a szint, amit elbírhat az egészségügy. Az operatív törzs is úgy látja, hogy sikerült lassítani a vírus terjedését, mert nagyjából 60-70%-kal kevesebben mozognak az utcákon, mint a járvány előtti időszakban. Ezért egyelőre újabb szigorításokról nem döntöttek. Egy nap alatt 35 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Magyarországon. Ezzel 261-re nőtt azoknak a száma, akiknél kimutatták a vírust. Az elhunytak száma nem változott. Továbbra is 10 halálos áldozata van a járványnak. Nőtt viszont a gyógyultak száma, 28-an már elhagyhatták a kórházat. Sikerült lassítani a vírus terjedését. Hatásosak a koronavírus terjedésének lassítása érdekében hozott intézkedések. Erről az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője beszélt. Lakatos Tibor azt mondta, 4,5 ezernél is többen vannak hatósági karanténban, de a számuk hamarosan csökkenni fog, mert sokuknál lejár a 14 nap. A korábbi intézkedések tényleg hozzájárultak ahhoz, hogy a vírus terjedését egy kicsit megfékezzük, és ezen kívül a hatósági intézkedés sorozaton kívül nagyon fontos volt az is az elmúlt időszakban, hogy az állampolgárok saját maguk is korlátozták a saját életvitelüket, nem mozdultak ki otthonról. Az első vonalban most a harctéren az egészségügyi dolgozók állnak. Vigyáznunk kell az egészségügyi dolgozók egészségére, és nekik is vigyázniuk kell magukra, hangsúlyozta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília az egyéni védekezés kapcsán kiemelte, a maszk viselése önmagában nem állítja meg a járvány terjedését, ahhoz az összes higiéniás szabályt be kell tartani. Hamis illúziót kelt bennünk, hogy mindentől védve vagyunk, ez nem helyes és semmiképpen nem elégséges, sőt, adott esetben egy felesleges tényező lehet bizonyos esetben, mert hogyha valaki állandóan nyúkál a maszkhoz, mert kényelmetlen annak a viselése, akkor fogdossa az arcát, a kezével saját magát be fogja fertőzni. A koronavírus fertőzötteket kezelő orvosoknak és ápolóknak kötelező a védőszemüveg, valamint egy kisebb és egy nagyobb maszk viselése. Ez utóbbi a teljes arcot védi. A járvány idejére elsőként átalakított Szent László kórház munkatársai folyamatosan ebben a felszerelésben figyelik a betegek állapotát.
Az egész életünk megváltozott ezen az osztályon. A vírus miatt a kórházban a betegellátás menete és a munkaidő hossza is megváltozott. Az intenzív osztály vezető szakápolója az M1-nek arról beszélt, az ott dolgozó orvosok és ápolók hozzátartozóikkal is alig érintkeznek. A munka mellett ugyanis a magánéletben is szigorúbban kell követniük a higiéniai és távolságtartási szabályokat. Káposztás Benedek Eszter úgy fogalmazott, a lakosság leginkább otthon maradással segítheti az egészségügyi dolgozókat a vírus elleni küzdelemben. Nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek figyeljenek egymásra, illetve a higién és alapvető higién és szabályok betartását, ez a fokozott kézmosás, illetve a kerülnék a kontaktot. Tehát meg kell azt értenünk, hogyha az emberek betartják a szabályokat, illetve az előírásokat, akkor meg tudjuk ezzel állítani ezt a vírust. A kórházi ápolásra szoruló betegeket ilyen elkülönített, lélegeztetőgéppel felszerelt kórtermekben helyezik el. A kórház főigazgatója hangsúlyozta, az intézmény orvosai és ápolói is hősiesen állnak helyt, de a társadalom támogatása nélkül lehetetlen lenne felvenni a harcot a vírussal. Nagyon sokat jelent nekünk az a sok támogatás és az a sok kedves e-mail, értesítés és adomány, ami elérkezik hozzánk. És azt hiszem, hogy a dolgozóknak is nagyon jól esik, hogy mindenki gondol ránk, és mindenki aggódik a mi egészségünkért, illetve a kitartásunkért. A Szent László kórház mellett hasonló elkülönített szobákat alakítottak ki az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben is, és több más kórház működését is átszervezték, hogyha kell, karanténkórházként működhessenek. Régiós összehasonlításban jól áll Magyarország a vírus elleni harcban, így látja a kormány. Gulyás Gergely azt mondta, hogy Magyarországon előbb hozták meg az óvintézkedéseket, mint a környező országokban, ezért kisebb a fertőzés mértéke, mint a legtöbb európai országban. Minden adott ahhoz, hogy ezt kontroll alatt tarthassuk, és az egészségügyi ellátórendszer az elmúlt hetekben felkészült arra, hogy a lehető legtöbb beteget tudja fogadni. Azt látjuk, hogy vannak olyan eszközök, amelyek számukat tekintve, a számszerűséget tekintve nem egy rendkívüli helyzetre vásároltak be, vagy amelyeket nem egy rendkívüli helyzetre vásároltak meg. Lélegeztetőgép a legfontosabb, tehát a védekezéshez szükséges legfontosabb eszköz az a lélegeztetőgép. Ma Magyarországon van 2500 lélegeztetőgép, ami rendelkezésre áll szabadon a kezelésekhez. Azt tudjuk mondani, hogy a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeknek a számát a lehető leggyorsabban növelje. Újabb kórházhoz építettek előszűrő sátrat a katonák, mostantól a Heimpál gyermekkórháznál is el tudják majd különíteni, még az épületen kívül a koronavírus gyanúval érkező betegeket a többiektől. A Heimpál kórházba viszik a középső ország részből az igazoltan fertőzött, illetve a gyanús gyerekeket. Igazolt koronás gyermeket egyelőre nem ápolnak. Itt fűt. Itt van kikapcsolva. A Magyar Honvédség katonái állították fel azt az előszűrő sátrat, amit belépési pontként használnak a Heimpál gyermekkórházban. Itt mérik majd meg a beérkező gyermekek testhőmérsékletét, és felmérik a koronavírus fertőzés lehetőségét. Az itt szolgálatot teljesítő kollégáim elvégzik rajtuk a mindenkor érvényes ellenőrző lista alapján, és egy hőmérséklet ellenőrzés alapján azt a előszűrést, ami eldönti, hogy ők potenciálisan fertőzöttnek tekinthetők-e. A gyermekkórházat szombaton jelölték ki a közép-magyarországi régió fertőzés gyanús és koronavírusos gyermekeinek ellátására. Ezért az elmúlt napokban kialakított egy olyan önálló osztályt, ahol csak a fertőzött gyermekeket látják el. Az osztálynak van intenzív részlege is. Az előszűrő sátornak köszönhetően könnyebben és gyorsabban el tudják különíteni a fertőzötteket. A katonák másfél óra alatt végeztek a munkával. Egyébként is segítünk, különösen ha a gyerekekről van szó, hiszen mi lehet annál fontosabb, mint a jövő generációjának a megőrzése. Lázköhögés nincs. Hasonló elővizsgálati pont fogadja a Honvéd kórházba érkezőket is. A sürgősségi osztályra itt is csak ezután mehetnek be a betegek. Muzsai Ildikó, a Honvéd kórház orvosigazgatója azt mondta, katonanőként, édesanyaként és leendő nagymamaként számára kifejezetten öröm, hogy segíthetnek a Heimpál gyermekkórház dolgozóinak.
Nagy örömmel osztjuk meg tapasztalatainkat azért, hogy minél nagyobb biztonságban tudjuk a gyermekeket és az édesanyákat. A Heimpál gyermekkórházban igazolt koronavírusos beteg nincs, de gyanús eseteket jelenleg is vizsgálnak. Ma lejár a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet határideje, a törvény szerint ugyanis a kormány csak 15 napra rendelheti ezt el. Meghosszabbításáról jövő hét elején dönthetnek a képviselők. Az átmeneti néhány napban is érvényben maradnak azonban az intézkedések, tehát továbbra is marad a határzár, és például az ítélkezési szünet a bíróságokon, nem nyitnak ki az óvodák, bölcsödék és az iskolák sem. Arra kérjük a fenntartókat, hogy miután a kormánynak most erre nincs jogköre a keddi napig, tegyék meg a szükséges intézkedéseket, hogy továbbra is az egyetemek zárva maradhassanak, illetve az óvodáknak, bölcsödéknek se kelljen kinyitni. Azt látni kell, hogy a védekezés kezdetén vagyunk. Az elmúlt napokban ugrásszerűen kezdett el megnőni a betegek száma, ugyanúgy, ahogy ezt a környező országokban is láthattuk, és a következő napokban is az várható. Lassan a csoportos megbetegedések időszakából át fogunk lépni a tömeges megbetegedések időszakába. Folytatódik a hangulatkeltés a sajtóban a koronavírus kapcsán. Cikkek tucatjai születtek arról, hogy egy kormánypárti képviselő, aki egyébként nem hatósági, hanem önkéntes karanténban volt, bement a hét elején a parlamentbe. Ellenzéki politikusok még feljelentéssel is fenyegetőztek. Gulyás Gergely ma azt mondta a Kormányinfón, hogy negatív lett a fideszes képviselő tesztje, ezek után ment csak be a parlamentbe. Két napon keresztül szenzációként tálalta a kormányellenes sajtó, hogy a fideszes B. Nagy László bement a parlamentbe és részt vett az országgyűlés munkájában. Volt, hogy napi több cikket is közöltek a témában. Szerintük a képviselőnek azért kellett volna távol maradnia, mert korábban együtt koszorúzott a Szegedi Egyetem rektorával, akiről kiderült, elkapta a koronavírust. B. Nagy László ugyan önkéntes karanténba vonult, de végül nem mutatták ki nála a fertőzést. Itt ül hátul a teremben. A Párbeszédes Szabó Tíme a hétfőn magából kikelve szólalt fel a parlamentben. Azt kérdeztem, mit keres az ülésteremben B. Nagy László. Később azt közölte, hogy az ügyben feljelentést tesz. Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó pedig közösségi oldalán osztott meg egy fotót a parlamentben ülő képviselőről. Negatív teszt eredményt követően jött be B. Nagy képviselőtársam az országgyűlésben. Arról sem a balliberális lapok, sem a baloldali képviselők nem számoltak be, hogy a fideszes politikus koronavírus tesztje negatív lett. Pedig B. Nagy László erről nyilatkozott is. Az aznapi felvételeken látszik, hogy ennek ellenére maszkban és a többi képviselőtársától külön a legutolsó padsorban ült. Hozzá kívánt járulni ahhoz, hogy az országgyűlés a szükséges jogszabályokat meghozza. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, B. Nagy László jelenléte különösen fontos volt ahhoz, hogy a jövő héten elfogadhassák a védekezés fenntartásához szükséges jogszabályt, és érvényben maradhassanak a már meghozott intézkedések. Hogyha B. Nagy képviselőtársam mondjuk nem jön el, és emiatt nincs meg a kétharmados többség a parlamentben, akkor utána a hitel törlesztő részleteket több mint 1 millió ember fizetheti vissza. Tehát a képviselőknek van ilyen plusz felelőssége, ezt kell jól mérlegelni. Képviselőtársam szerintem nem vitásan ezt hibátlanul és kiválóan tette meg. A miniszter cáfolta azt is, hogy a debreceni kormányhivatal elnöke március közepén az ő engedélyével volt síelni. Kiderült, hogy még azelőtt ment ki Ausztriába, hogy ez tilos lett volna. Ráadásul nem síelni, hanem sérült gyermekéért. Gulyás Gergely ezt az ügyet a rosszindulatú álhírkeltés tipikus esetének nevezte. Ausztriába ment néhány órára azért, hogy ott a síbalesetet szenvedett, és abban kezét tört gyermekét hazahozhassa. Nem volt szükség akkor ilyen engedélyre, hozzáteszem egyébként ebből a célból akkor is megadtam volna, hogyha már kellett volna, és folyamatosan otthon van és vezeti a Védelmi Bizottságot, és kiválóan látja a feladatát. A koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslat egyébként a jövőben szigorúbban bünteti majd az álhírek terjesztését. Meredeken emelkedik a fertőzöttek és a halottak száma Nyugat-Európában. Mindenhol az a kérdés, hogy meddig bírja a terhelést az egészségügy. És ez nem csak az olaszokra vagy a spanyolokra igaz, hanem a Benelux államokban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, sőt, Svájcban is összeomlik az ellátás, ha nem sikerül lassítani a járványt. Aggasztó, hogy az olasz gócpontban, Lombardiában több napos csökkenés után megint emelkedett az új fertőzöttek száma. Senki nem tudja, hogy miért.
Nem is olyan rég még jégpálya volt itt, most ravatalozó. Olyan sokan veszítik ugyanis életüket nap mint nap Spanyolországban, hogy a halottas házak nem bírják az iramot, képtelenek mindenkit időben eltemetni. A turizmus összeomlása miatt üresen maradt hotelszobákat pedig kórtermekké alakítják a spanyol fővárosban. Naponta ezrek fertőződnek meg. Több mint 3000 fő, a betegek 7%-a válságos állapotban van. A spanyol király is ellátogatott abba az átmeneti kórházba, amelyet egy konferencia központban alakítottak ki. Az 5500 férőhelyen szerda óta több száz beteget láttak el. A madridi parlament csütörtökön meghosszabbította a szükségállapotot, a kijárási tilalmat és a szigorú válságintézkedéseket leghamarabb április derekán vonhatják vissza Spanyolországban. Néhány óra alatt megtelt ez a frissen átadott kórház az olasz fővárosban. A Covid-3 névre keresztelt ideiglenes gyógyintézet 13 kórterme teljesen megtelt koronavírusos betegekkel. Bár szerdán már 5. napja csökkent az újonnan regisztrált fertőzöttek száma Olaszországban, továbbra is naponta több százan veszítik életüket a járványban. Gőzerővel folyik a munka a brit fővárosban is. Egy óriási konferencia központot alakítanak át ideiglenes kórházzá. A kormány 10 000 lélegeztetőgép megrendeléséről döntött csütörtökön, azt azonban nem tudni pontosan mikor érkeznek meg. Az egészségügyi hatóság egyik vezetője azonban figyelmeztetett, hamarosan hatalmas megbetegedési hullámmal kell szembenézniük úgy, hogy közben az egészségügyi dolgozók akár fele is megbetegedhet. Befutott a strasbourgi állomásra a világ első koronavírusos betegeknek kialakított kórházvonata. A francia TGV szerelvényen 20 válságos állapotban lévő fertőzöttet szállíthatnak majd át jobban felszerelt egészségügyi intézményekbe. Emmanuel Macron francia államfő személyesen kereste fel a szerdán átadott katonai mobilkórházat Kelet-Franciaországban. Bejelentette, a koronavírus elleni küzdelemben bevetik a francia hadsereget is. Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a finn miniszterelnök. Kormánya lezárja az ország fővárosának otthont adó Nyland tartományt. A pénteken életbe lépő szigorú korlátozás legkevesebb 3 hétre szól, és megtiltja az ország legnépesebb területe és többi tartománya közti utazást, az éttermek és bárok látogatását. A német egészségügyi miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján bizakodásának adott hangot. Azt mondta, ha várakozásai szerint hamarosan lassulni fog a járvány terjedése, húsvét után enyhíthetnek a szigorú kijárási tilalmon. Németországban ugyanis megtiltották, hogy 2 főnél többen tartózkodjanak együtt a köztereken, valamint bezártak a nem létfontosságú üzletek. A cél most az, hogy mihelyst lehet újraindítsák a gazdaságot az egész fejlett világban. Világszerte ugyanis óriási gazdasági visszaeséssel számolnak a járvány következtében. Az egyik legnagyobb hitelminősítő szerint a világ 20 legnagyobb gazdaságát tömörítő G20-as csoport összes tagállama recesszióba süllyedhet. Emmanuel Macron francia elnök és Vladimir Putin orosz államfő is virtuálisan vett csak részt csütörtökön a csoport állam- és kormányfőinek találkozóján. A politikusok válságtanácskozásán a járvány utáni gazdasági élet kilátásait vitatták meg. Felborította az Európai Uniós intézmények működését is a koronavírus járvány. Ma ugyan ülést tart az Európai Parlament, de nem a megszokott módon. Csak néhány képviselő ült be a hatalmas terembe, ők is jókora távolságot tartottak egymástól, mindjárt láthatják. A képviselők többsége otthonról kapcsolódott be a munkába és elektronikus úton szavazott. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió tagállamai felelősséget vállalnak egymásért, ezért szükséges a járvány elleni közös fellépés. Na, végül nem láthatták a tanácstermet, de mindegy, megmutatjuk majd egy későbbi adásban. Viszont kapcsolunk Barack Eszterhez Brüsszelbe. Közös fellépést kérne Ursula von der Leyen. Az elmúlt 1-2 hétben nem ez volt a jellemző, mintha mindenki a saját gondjával, bajával lenne elfoglalva ebben a válsághelyzetben. Nyilván ez is szóba kerül, vagy került az uniós csúcs, videó csúcson az elmúlt órákban.
Jó estét kívánok! Valóban nem működött a szolidaritás még kezdetben. Olaszország már nagyon nagy bajban volt, segítséget kért a többiektől, és süket fülekre talált, sőt éppen ellenkezőleg Németország és Franciaország például exportkorlátozást rendelt el válaszul az egészségügyi maszkokra, de javult a helyzet, ezt Ursula von der Leyen is megemlítette ma a parlamentben. De nehézíti nagyon a helyzetet, hogy ez a járvány, ez minden tekintetben szűkíti az Európai Unió mozgásterét. Kezdjük mondjuk az egészségügyel, tagállami hatáskörben van, ezért aztán nem lehet közösen fellépni. A határigazgatás szintén a tagállamok döntése, csupán bejelentési kötelezettségük van, és a gazdasági eszközeik is nagyon korlátozottak, költségvetési csomagokat nem tudnak a tagállamok rendelkezésére bocsátani, de ennek ellenére nagyon sokszor elmondtuk már, és hát közhely is, de igaz, hogy a vírus nem ismer határokat, és ezért vannak olyan pontok, ahol érdemes és kell is összefogni, és sikeres is az összefogás. Ilyen volt például a külső határok lezárása, ilyenek az uniós közbeszerzések, orvosi eszközökre, és még sok minden más, és valóban az uniós állam és kormányfők napirendjén ezek a kérdések szerepelnek. Ők is pontosan azokat a pontokat keresik és tekintik át, ahol az együttműködés lehetséges és szükséges. Belgiumban is rengeteg beteg van, a belga egészségügyi rendszer alig-alig bírja már a terhelést. De hogyan viselik Brüsszelben az uniós politikusok, illetve az intézmények dolgozói a jelenlegi helyzetet? Hát nagyon nehezen. Ez mindenkinek új helyzet, és mindenkinek nehéz helyzet. Nincsenek ugye személyes kapcsolatok, és nem várt nehézségek is fölbukkannak. Ahogy te is említetted az előbb, az Európai Parlamentben ma szávszavazás van. Ez nem egészen online szavazás, hanem egyfajta összvér szavazás. Az történik ugyanis, hogy a képviselők e-mailben megkapják a szavazólapot, kitöltik, majd aláírják, majd beszkennelik, vagy lefotózzák, és visszaküldik az Európai Parlamentbe, ahol összesítik a szavazatokat. Erre azért van szükség, mert a parlament vezetése ebben a módszerben látta garantálva a szavazás biztonságát, de több képviselő jelezte, hogy ők mégis online szavazást szeretnének, mert hogy egyszerűen nincsen otthon nyomtatójuk. A parlament válasza erre az volt, hogy akkor rajzolják le a szavazólapot, és ez nem vicc, komolyan mondom, és a parlament vezetése is komolyan vette, úgyhogy egészen biztosan kapnak vissza rajzolt szavazatokat is, és hát a témák is nagyon komolyak, amikről szavaznak, például egy 37 milliárdos mentőcsomagról, a szolidaritási alap kibővítéséről, és egy olyan szabálynak a felfüggesztéséről, ami lehetővé teszi a légitársaságoknak, hogy túléljék valahogy a válságot. Eszter, nagyon szépen köszönjük! Nézzük, milyen helyzet a környéken. Magyarországhoz hasonlóan a többi visegrádi országban is viszonylag jó a helyzet, de mindenhol arra figyelmeztetnek, hogy ez csak egy pillanatnyi állapot, nem tudni, hogy mit hoz a jövő. Bár a csehek is sokáig küszködtek a maszkok és a védőfelszerelések hiányával, ám az elmúlt napokban több szállítmányt kaptak Kínából, így a prágai kormány immár próbál segíteni a spanyoloknak és az olaszoknak, küldenek oda védőöltözetet, és lehet, hogy cseh orvosok is kiutaznak. Tömegével készítik az egészségügyi maszkokat a Prágai Műszaki Egyetem kutatói. A berendezések buvároknál alkalmazott szűrővel működnek, és az FFP3 néven ismert maszkoknak megfelelő védelmet nyújtanak. A száj- és arcmaszkok előállítási költsége is alacsonyabb a szokásosnál. A teljes arcot fedő maszkot könnyű buvárok által használt maszkokból alakítottuk át. Kimondottan a mostani járványhelyzetre készültek, 3D nyomtatással készítjük őket. A szűrőket elég havonta cserélni, viszont minden használat után fertőtleníteni kell őket. A maszkok előállítása egyszerű és gyors, magyarázta a Prágai Műszaki Egyetem rektora. Az új maszkokra pedig nagy szükségük van a cseh egészségügyi dolgozóknak, mivel szerdán csak nem 300-al nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma. A kórházakban mintegy 40 beteget kezelnek, és eddig több mint 26.600 ember teszteltek le. Csütörtöktől kezdve a családtagokon kívül egyszerre csak ketten sétálhatnak az utcákon. Továbbra is kötelező az orr és a száj eltakarása a köztereken. Az üzletek április elejéig, az iskolák pedig május közepéig biztosan nem nyitnak ki. Lengyelországban lélegeztetőgépeket készítenek 3D nyomtatással. Bár az így készült berendezések egyelőre kísérleti jellegűek, kutatók szerint szükség esetén akár életet is menthetnek. Nem volt időnk szabadalmaztatni, de ahol nincs más megoldás, ott bevethetők, mondja az újfajta lélegeztetőgép tervezője.
Lengyelországba folyamatosan érkeznek a repülőgépek Kínából, amelyek egészségügyi maszkokat, védőruhákat, lélegeztetőgépeket és gumikesztyűket szállítanak. Csütörtök reggelig 1085-re nőtt a kimutatott fertőzések száma, eddig 15 beteg hunyt el. A lengyel hatóságok teljes határzárat rendeltek el, csak a kereskedelmi forgalmat engedik be az országba. Országunk határai április 13-áig zárva maradnak. A szükséges termékek kereskedelmét azonban továbbra is folyamatosan biztosítjuk, azokra nem érvényes a korlátozás. Most a legfontosabb feladat az érintkezések csökkentése. Ezért a családtagokon kívül még közterületen sem tartózkodhat kettőnél több ember. A szabályok betartását a rendőrség folyamatosan ellenőrzi, nyilatkozta a lengyel belügyminiszter. Varsóban csütörtöktől két napon át ülésezik a Szejm. A képviselők védőeszközökkel felszerelve tárgyalnak minden frakció külön teremben. Egyetlen pont szerepel a napirenden, egy szabályzatmódosítás, amely lehetővé tenné, hogy a gazdaságélénkítő csomagról szóló pénteki ülést videokonferencia formájában tartsák meg. A tervezet szerint például az állam 3 hónapon át fedezi a társadalombiztosítást a járvány miatt leállni kényszerült cégeknél, és hozzájárul a bérkifizetésekhez is. Elhalasztanák a vállalati adó befizetését, emellett meghosszabbítanák a forgóeszközhitelek határidejét. Belebukott a koronavírus járvány kezelésébe a román egészségügyi miniszter, pedig tegnap még arról beszélt, hogy Bukarest minden lakóját tesztelni. Azt tervezte, hogy csaknem 2 millió embertől vesznek mintát a román fővárosban. Ez a kijelentése is felháborodást keltett, ráadásul több romániai kórházban megfertőződtek az orvosok és az ápolók az elmúlt hetekben, ezért a kormányfő ma bejelentette, hogy a miniszter lemondott. Bukarest, Demeter Katalin. A miniszter nyilatkozatai feszültségeket váltottak ki. A szakemberek szerint sokkal sürgetőbb lenne az első vonalban harcoló egészségügyi személyzet védelme, főleg olyan körülmények között, hogy sorra kerülnek karantén alá kórházi osztályok, mert orvosok és páciensek tucatjai fertőzték meg egymást koronavírussal. Vélhetően csak órák kérdése, és az Egyesült Államokban lesz a legtöbb koronavírus fertőzött az egész világon. Félelmetes tempóban terjed a járvány, főként New Yorkban, illetve a város környékén, de vannak más gócpontok is Amerikában. Már több mint 1000-en meghaltak. Donald Trump elnök közben szeretné enyhíteni a gazdasági károkat, egy 2000 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagot fogadott el a szenátus. Újabb koronavírusos beteg érkezik egy New Yorki kórházba. Az intézmény már most túlzsúfolt, és óránként hozzák az újabb fertőzötteket. A kialakult állapotok sokkolták az egészségügyi dolgozókat is. Olyan, mint a pokol a Bibliában, az emberek bejönnek, lélegeztetőgépre tesszük őket, van, aki meghal, aztán kezdődik minden előről, mondta egy kimerült a szolgálatából éppen távozó mentőorvos. New York után Kalifornia államban a legsúlyosabb a járványhelyzet, az összes fertőzött száma 3-4 naponta megduplázódik, és csaknem minden második fertőzött 50 évnél fiatalabb. Szerdán országszerte több mint 10 000 új fertőzöttet azonosítottak, ezáltal Kína és Olaszország után az Egyesült Államok lett a harmadik legsúlyosabban érintett ország a világon. A helyzet súlyosságáról Donald Trump elnök szerdán a szokásos napi sajtótájékoztatóján is beszélt. Bejelentette, hogy bár szeretné, ha az országban mielőbb visszatérne az élet a régi kerékvágásba, a kormány sem elhamarkodott, sem meggondolatlan intézkedéseket nem fog hozni. Inkább arra biztatta a szenátust, hogy fogadja el a koronavírus járvány okozta gazdasági sok enyhítését célzó 2000 milliárd dollár értékű csomagtervet. Haladéktalanul küldjék el a törvényt nekem aláírásra. Azonnal aláírom, mondta az elnök. Szerdán a vitán jelenlevő 96 szenátor jóvá is hagyta a történelminek minősített tervezetet. A javaslat nagyvállalatokat, közép- és kisvállalkozókat, tovább a szövetségi államokat és városokat támogató intézkedéseket tartalmaz, és segít az adófizetők napi gondjainak enyhítésében is. A képviselőház pénteken szavaz a tervezetről, az elnök csak azután írhatja alá a dokumentumot. Sorra zárkoznak be a közép- és dél-amerikai államok is. Hondurasban a hadsereg oszt élelmiszert a rászorulóknak, a közép-amerikai országban a boltok többsége már bezárt, megbénult a tömegközlekedés, a népesség több mint fele szegénységben él, a járvány okozta leállás miatt sokan ivóvízhez sem jutnak. Perúban viszont még mindig turisták százai várják, hogy hazautazhassanak, miután az előző héten az ország lezárta a határait, és leállította a légi és szárazföldi közlekedést.
Indonéziában a hatóságok versenyt futnak az idővel, hogy növeljék az egészségügyi ellátóképességét. Jáva szigetén például egy hatalmas stadionban rendeznek be tábori kórházat. A dél-kelet-ázsiai térségben Tajföldön van a legtöbb fertőzött, az ország északkeleti határán mianmari vendégmunkások ezrei torlódtak fel, akik a boltok és üzemek leállása miatt munkanélkül maradtak, és most hazamennének. Idős férfiak és nők tornáznak Jeruzsálem egy épületének udvarán. A tanár szó szerint vette az izraeli kormány szerdai legújabb szigorító intézkedéseit, miszerint az emberek csak lakásuk 100 méteres körzetében mozoghatnak. Ennek az otthonnak az udvara ugyanis pont belefér a követelményekbe, és olyan nagy, hogy még a 2 méteres távolságot is be tudják tartani. Rendkívül fontos számukra a mozgás, és azt hiszem, ez segít nekik, mondta a komplexum tulajdonosának fia. Hogy mennyire komolyan vették az izraeliek az intézkedéseket, a kihalt utcák és pályaudvarok is mutatják. Még a boltba belépőket is ellenőrzik, mindenkinek megmérik a hőmérsékletét. Izraelben eddig csaknem 2400 koronavírusos esetet regisztráltak, közülük 5-en nem élték túl a szövődményeket. Hallhatták már a híradó elején, hogy egyelőre biztatóak a hazai adatok, kevesebben vannak az utcákon, így továbbra is lassan, vagy legalábbis lassabban terjed a járvány, mint a legtöbb európai országban. Nyilván ebben segít a Maradj Otthon kampány is, amelyhez újabb ismert emberek csatlakoztak. Így szólt a Neoton Familia slágere 1998-ban a Budapest sportcsarnokban több mint 80 ezer ember előtt. És így szól most, ugyanaz a lehengerlő hangzás, csak éppen valós koncert helyett online. A zenészek otthon veszik fel a saját részüket, amit később videó formájában összevágnak. Csepregi Éva az M1-nek azt mondta, a dalaik üzenetével szeretnének segíteni. Most, amikor ilyen lelki problémákkal küzdenek az emberek, nem tudják, hogy feldolgozni a dolgokat, én nagyon boldogan fogadtam a Lukács Andi, ő a mi zongoristánknak a kezdeményezését, hogy mi is csatlakozzunk ehhez a Maradj Otthon fesztiválhoz, mert szeretnénk eljuttatni ezeket a dalokat, a legfontosabbakat, amiket mi annak tartunk a kedves közönségünknek. Fogjunk össze, és nem lesz vész. Sokaknak ismerős a dallam. Varga Miklós Európa című dalát most Nagy Szilárd és Ragány Misa dolgozta fel. A jövő súlyos tétje nyomja a válladat, nincs más út, az Istennel halad. Az átdolgozás Európa 2020 a Remény himnusza címmel jelent meg, amivel szintén a világjárványra szeretnék felhívni az emberek figyelmét. Szeretnénk ezzel segíteni, hitet adni, reményt adni, erőt adni az embereknek. Ezért kérlek! Az új klippet már több mint 1 millióan látták az interneten. Ez a dal, ez tőlem függetlenül is önálló életre kelt, és ezzel az új mondani valóval is megtartotta a dalnak az eredeti üzenetét, Európa féltését, ezért is tartottam fontosnak, hogy ez megjelenjen. Liptai Klaudia a maszk és a kesztyű használatára hívta fel a figyelmet az interneten. A színésznő azt kérte, hogy mindenki segítsen azzal, hogy otthon marad. Megkérem most önöket, hogy ő értük, akik szeretnének otthon maradni, de most nem tehetik meg, és értünk fognak küzdeni, maradjanak otthon. Tóth Gabi a közösségi oldalán az önkéntes segítők toborzását segíti. Csodálatos volt, mert kb. 100 ember jelentkezett a megosztásom után már egyből, úgyhogy úgymond célba ért. És igen, ezen a honlapon lehet regisztrálni, és akkor lehet jelentkezni bárkinek. Mindig van remény. Szombaton indult a Maradj Otthon Fesztivál, amit már 100 000-en követnek a közösségi oldalon. Naponta több előadó is élő koncerttel jelentkezik. Lóbenvej Norbert a fesztivál alapítója szerint az a cél, hogy a rajongók most sem maradjanak zene nélkül. Azoknak, akik fesztiválokra, koncertekre szoktak járni évközben, és nagyon hiányoznak nekik a rajongók, nagyon hiányoznak nekik azok a fellépők, akiket szívesen megnéznének, nekik szeretnénk olyan tartalmakat közvetíteni, amelyeket maguk a fellépők készítenek.
Ennél azonban egy sokkal fontosabb cél az az, hogy éppen azokat a fellépőket, azokat a sztárokat, celebeket, akiket sok százezren követnek idehaza, arra kértük, hogy szóljanak a közönségükhöz rendszeresen, tudatosítsák azt, hogy nagyon fontos komolyan venni a szabályokat, nagyon fontos otthon maradni. Szóval itt lakom én, ez itt a kanapém. Elindult a Maradj Otthon kihívás is. Ebben a koncertek mellett naponta más-más zenész mindennapjaiba tekinthetnek be az oldal követői. Remélem, hogy jól telt a... És válaszoltak a mentők a Maradj Otthon kampányra. Tánccal, énekkel, internetes videókban mondanak köszönetet mindazoknak, akik eleget tesznek a kérésnek és otthon maradnak. Az otthon maradók pedig napok óta tapssal köszönik meg a munkáját azoknak, akik nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak. Jó estét! Sziasztok! Mentősök vonultak ki szerte este egy fővárosi lakótelephez, de ezúttal nem beteghez, hanem köszönetet mondani mentek az embereknek, azért, hogy otthon maradnak, és ezzel segítik a munkájukat. Különleges műsort adtak elő, hosszú perceken át táncoltak egy korábbi világslágerre. A lakók az erkélyen tapsoltak, majd többen is csatlakoztak hozzájuk, persze csak betartva a tisztes távolságot. Az előadás ezzel még nem ért véget, közösen elénekelték a Piramis Száj fel magasra című dalát is. Száj fel magasra, való, hódd így meg most a képege. A mentősök néhány nappal korábban Tóth Gabi énekesnővel zenéltek közösen. A Tankcsapda örökké tart című dalát adták elő. A videót a mentőszolgálat osztotta meg közösségi oldalán, ezzel is az önkéntes házi karanténban lévőknek akartak kedveskedni. Az otthon maradók pedig az egészségügyi és szociális dolgozóknak köszönik meg azt, hogy minden nap a frontvonalban küzdenek a koronavírus ellen. Több európai ország után Magyarországon is egyre többen fejezik ki hangos tapssal a hálájukat minden este pontban 8 órakor. A kezdeményezést itthon a Szívünk és Tapsunk közösségi oldal indította el, ahol az orvosoknak, ápolóknak és szociális dolgozóknak felajánlásokat is gyűjtenek. És az akció, mondhatni, önálló életre kelt. Néhány napja a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kérte az embereket, hogy az operatív törzs tagjaira, és például a rendfenntartókra is gondoljanak, amikor tapsolnak, és lehetőség szerint egy imát is mondjanak elértük. A közösségi médiában pedig hasonló kezdeményezések indultak a boltokban, patikákban dolgozók munkájának elismerésére is. Tudják, közösen sikerülhet. A közmédia is segíti az otthonmaradást, az M5 csatorna minden hétköznap oktatási tartalmat sugároz. Holnap Zrínyi Ilonáról, a vizek állatvilágáról és a romantika stílus jegyeiről is szó lesz majd az M5-ön. A hétköznap reggel 8-tól este 8:30-ig tartó műsorsávban a matematika, a magyar, a történelem, a biológia és a fizika is főszerepet kap. A nyelvtanulási órák után az érettségire készülőké lesz a délután, akik az M5 YouTube csatornáján is találnak segédanyagokat. 6 tantárgy, mint egy 360 videója segíti már őket a felkészülésben. A magyar kormány tovább dolgozik azért, hogy a kárpátaljai magyarok helyzete megoldódjon. Erről Szijjártó Péter beszélt, miután videón egyeztetett az ukrán külügyminiszterrel. Az ukrán politikus Budapestre utazott volna, de a járvány miatt ez elmaradt. Szijjártó Péter szerint Magyarország és Ukrajna egyetért abban, hogy Kárpátaljának sikertörténetnek kell lennie mindkét ország szempontjából, és ez reményt ad arra, hogy a nehéz kérdéseket is meg tudják oldani. Magyarország azonban mindaddig blokkolja Ukrajna közeledését a NATO-hoz, amíg nem biztosítják a magyar kisebbség jogait. Ezen egyetértés valami fajta reménysugarat biztosít számunkra arra, hogy a nehéz kérdéseket meg tudjuk oldani. A következő személyes találkozónkon is kísérletet fogunk tenni arra, hogy megoldást találjunk a magyar közösség nyelvhasználati jogainak helyreállítására, és hogy megoldást találjunk arra, hogy a magyar közösség Kárpátalján továbbra is a korábbi lehetőségekkel bírjon, amikor az anyanyelvi oktatásról van szó.
A koronavírus járvány idején is biztosítani kell az áruforgalmat az Unióban, ezt szintén Szijjártó Péter mondta, miután személyesen egyeztetett a bolgár külügyminiszterrel. Szijjártó Péter szerint az élet és egészségvédelem mellett biztosítani kell a folyamatos ellátást és a gazdaság működő képességét. Beszélt arról is, hogy a járvány idején még nagyobb hangsúlyt kell kapnia a bevándorlást kérdésének. Bulgária és Magyarország közös álláspontja az, hogy az Európai Unió külső határait meg kell védeni. Ellenőrizetlen migrációs hullámok ebben a koronavírussal terhelt helyzetben elképesztő egészségügyi kockázatot jelentenek Európának. Ezért fontos aláhúzni a közös álláspontunkat, hogy az Európai Unió külső határait meg kell védeni. És én szeretném kifejezni Magyarország nagyra becsülését Bulgária irányába és a bolgár kormány irányába, amiért önök mindig is megvédték az Európai Unió külső határát, csak úgy, mint mi. És amit Európában sokáig szitokként szórtak a fejünkre, arról bebizonyosodott, hogy rendkívül helyes döntést hoztunk.